50 évnek kellett eltelni ahhoz, hogy itt a paksi öreghegydűlő búzatengerének szélén, egy dombhajlat védelmében, a kölcsönös megbocsátás és tiszteletadás jegyében a II. Világháború fiatal hőseinek emléket állíthasson az utókor. Ezekkel a szavakkal idézte fel a Paksnál lelőtt és lezuhant repülőgép pilótáinak tiszteletére állított emlékmű megvalósítását Szabó Péter, paksváros polgármestere. Farkas Pál szobrát 1994-ben avatták fel, 30 évvel később a tragédia 80. évfordulója alkalmából április 3-án megemlékezést tartottak a Hidegvölgy utcából megközelíthető helyszínen. Hála Kókai Péternek és egy kisebb közösségnek, akik felfedezték ezt az emlékművet. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos tett volt, és egy nagyon fontos gondolat volt, hogy fel is újítsuk ezt az emlékművet, a környezetét is rendbe tegyük ennek az emlékművenek, hiszen két olyan magyar fiatal adta az életét a hazáért 1944. április 3-án, akik én azt gondolom, hogy a mai fiatalság számára is példakép kell, hogy legyenek. Kókai Péter megközelítőleg 10 évvel ezelőtt az atomfutáshoz kapcsolódó térképkészítés során fedezte fel az emlékművet. Kicsiket el volt hanyagolva ez az emlékmű, olyannyira, hogy ahol most állunk, adáig be volt nőve növényzettel, és utána az önkormányzatnál sikerült odáig eljutni, hogy gyönyörű szép, méltó, gyönyörű szép ez az emlékmű szerintem, és annak örök leginkább, hogy egyre többen tudják, hogy volt egy ilyen, volt itt két fiatal ember, aki 23 évesen itt a repülőgépével egy légi csatát, ami maga csata az a téglagyár fölött volt, és itt hősi halált haltak. A megemlékezésre delegáció érkezett a szlovákiai Nemeshodosról, Sallós Géza repülő őrvezető szülőhelyéről is. Paks polgármestere szerint a tragédia összeköti a két települést, amely között most gyümölcsöző kapcsolat kezdődhet el. Így látja Nemeshodos polgármestere Balódi László is. Ha nem tekintünk vissza a múltra, akkor ez a haláleset, ez megalapozott egy új barátságot. Én ma első alkalommal voltam Pakson, kollégáim községből voltak tavaly is, és elég volt egy órás beszélgetés, és abból azért le lehet vonni a konzekvenciát. Tehát tényleg nagyon jó közegbe találtam magam, és azt mondom, hogy erre lehet építeni, ez több lesz, mint barátság. Nagyon jó emberek, de ez mindenél többet ér. Sallós Géza utolsó élő hozzátartozója, Egri Irma is Paksra érkezett. A felvidéki katona az ő édesanyjának öccse volt. Édesanyám mesélt nagyon sokat róla. A nagymamám az nem mesélt úgy, mert őket áttelepítették, összes testvért, mindenkit áthoztak magyarba, csak a édesanyám maradt egyedül Szlovákiába. Úgyhogy őt is tönkretette úgy a esemény, a nagymamát, hogy Ő az vitt el. És milyen érzés most ide jönni Paksra? Mit mondjak erre? Nagyon nehéz. A megemlékezést követően a paksi városvezetés képviselői és a nemeshodosi delegáció tagjai megkoszorúzták az emlékművet. A tragédiáról és az emlékmű eddigi történetéről a legújabb paksi tükörben is olvashatnak.